tudtiin pöybankoa. Ja mun lähtomaan tois pistää. Minä tulahdin ei pyö. Jos alkaa standaara näin vaan nittoa. Täältä kun jukosta lähetä saitu kreis. Ja 41 kuija propan tässä on nojon suhtajankin. Että aitoko ei sitä selintä tökillä tässä puu rakaan tiesissä kotipiissa ylässä. Ja mieliin hän pyö. Sitä islää ja taavonissa niin uutta nämmällä sämiä ruokaa taas. Sijasta, sijasta. Jó, nyilván az FHB-hozó lesz. Jó, tehát a ne legyen szükség újabb robbantásra, ebből bőven tegyetek. Nyilván az ügyfél forgalmat nem akadályozzuk, tehát ha a hölgybe szeretne menni, akkor természetesen... Hát nagyon szeretnék! Vigyázzon rá, hogy siraboljál! Mert rablók vannak, azért van itt ez a sok rendőr is. Ha beengedik önöket, nem biztos egyébként, de beengedik. Nagyszerű, nagyon jó. Sokat került az OTP, korábban nem engedték be az embereket, amikor mi ott voltunk. Szépen alakulunk. Igen, és itt már a bomba is, aki továbbra is köztünk jár, itt pedig köztünk fog járni ez az időzített bomba, amíg meg nem oldódik a helyzet, nem oldódik már csak a teljes eltörléssel és a teljes kártalanítással, a felelősség vonással. Igen, hadd menjen be a hölgy is, hogyha szeretne, vigyázzon ne, hogy kirabolják. És ugye látjuk, hogy a Fidesz plakátolja a bankokat, hiszen a Fidesz az, aki ezt meg fogja oldani. Ezt jelképezzük ezzel, hogy most bemutatta a Fidesz, hogy bankellenes, hát akkor itt is lássuk ez. Tökéletesen ellene van a bankoknak, a kiposztásnak, és az embereket kártalanítani akarja. Nyilván számon is kérjük, tehát mi azért azok vagyunk. Jól vigyázzanak a narancsárgába öltözött emberek. A számon kérés, az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó. Tehát, hogyha egyszer a bankok ellen vagyunk, akkor legyünk ellene, ne csak dobáljunk róla. Ugye a Besenyő Kis Tamás is mondta, hogy menjünk most már, induljunk, ne csak mondjunk. Tehát ezt szeretném, hogyha így másfél év után, és ugye a Fidesz bemutathatja, hogy a bombáról is a zsinór le tudja szedni. Igen, a Fidesz nem szeretné, hogy robbanjon. Itt Dani is. Lehetne oda alulra befelé fordítva, ne legyen szükség újabb robbantásra. Ez pedig mindenképpen az alkalmazottakon múlik. A véres kéz pedig azt jelképezi, hogy a bankoknak már véres lett a keze, ezt soha nem lehet róluk lemosni. Szépíteni még lehet ebben a dologban, szépíteni pedig úgy lehet, hogy eltörölnek, felelősségre van, a feje lefelé van az a plakát. Nem az, ami lent van a kezeteknél, nem csak fordítva, hanem fejjel lefelé is van, illetve ott nem annyira látszik az ajtónál, nézd csak, mert ott eltakarja az a homályosítás. Csak a Fidesz! Oldja meg a problémát! Csak a Fidesz! Mi azért bízunk továbbra is, itt ugye elindult a beszélgetés, hogy a Fidesz most megoldja, vagy nem oldja meg. Hát azt mondta, nem? Hát ha azt mondta, csak megcsinálja. Látszik, hogy már plakátolnak is a fideszes aktivisták blokkot. Tehát ha blokkot plakátolnak, akkor biztos, hogy eljutunk oda, hogy a megoldás is meg fog születni. Na most, hogyha ránézünk erre a bankra, ez úgy néz ki, ahogy sokszor szoktam mondani, mint egy falusi kocsmában az udvari WC és sörgősi verseny után. Hát így sikerült. De ilyen mocskosak. Mindenképpen rájuk kell olvasni a bűneiket, és mindenképpen el kell érnünk azt, hogy az ügyintézők álljanak végre fel és mondják el, hogy mit műveltek az emberekkel. Most egy kicsit itt hagyjuk az OTP-t, mert van nekünk más dolgunk is. Elmegyünk a többi bankhoz, ott folytatjuk a demonstrációt, de visszajövünk, nyilván, ha leszedik, akkor azonnal, de ki tudja, hogy kinek lesz az OTP-ben ügyintézni valója.